Na jó, mindenkinek sziasztok, sáckéim, Dani vagyok, és ímét vagyunk a következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint egy elhagyított szellemfalut fogunk megnézni a Minecraftban. Mostanában, hát igen, eléggé sok ilyen ijesztő videó volt nálam, de hát ez azért van, mert Halloween van, szóval ilyenkor mi mást is kéne csinálnom, mint hogy ijesztő videókat. Szóval nézzük meg ezt a szellemfalut, elvileg az iránytűmet kéne követni, és menni előre, és megint elmondom, hogy bocsi, hogyha furcsa orrhangom van, vagy ha esetleg kölgök, vagy bármi, de az azért van, mert még mindig beteg vagyok. Igen, igazából nagyjából így ennyi. Szóval tényleg ezért elnézés, de ja, nem hagyhatom ki a napokat videó nélkül, mert muszáj folytatni a videózást. Szóval nézzük is meg ezt a szellemfalut, keressük meg. És igen, amúgy itt a következő skin, amit beraktam. Ez a következő, amit valaki nekem küldött. Hát kicsit érdekes, mert amúgy szája nincsen. De mindegy, várjátok, megmutatom set nélkül is. Set nélkül így nézek ki. Hát őszinte leszek, nem annyira tetszik, de csak azért, mert a szájam nincsen. És itt középen ez a szürke cucc, így nekem nagyon-nagyon nem tetszik. Ez a szürke vonal, meg a nadrágom is szerintem ronda. Tehát annyira nagyon nem lett rossz, tehát jobb, mint amikor valaki az eredeti skinembe belerajzol egy D betűt, vagy ennyi. De kicsikét azért még lehetne rajta bőven jobbítani, de mindegy. Ugye szokásra, hogyha valaki nekem skint akar küldeni, akkor progametesters@gmail.com. És a skinemet már eléggé sok videó alá belinkeltem, szóval nagyon remélem, hogy most már megtaláljátok, és nem kell minden videó alá egyesével beraknom. Szóval, ja, és még igen, annyi, hogyha tetszik a videó, akkor dobtok egy lájkot, és ha nem, akkor diszlájkot, és a harmadik csatornámon ugye minden nap van kb. Hardcore videó, vagy Skyblock Black-kel, szóval azt a csatornámat is nézzetek, meg is iratkoztok fel rá. Itt vagyunk a faluban, és hát, nem tudom, már így alapból eléggé érdekesnek tűnik, és úristen, ez így, aha, oké, hát nem tudom, mi volt ez a nem látás dolog, de okés. Hát elabból nem tűnik annyira nagyon barátságosnak ez a sok fej, meg ilyenek, de hát mindegy igazából. Úristen, mi ez? Falu szelleme. LOL! Ez mi? LOL! Itt volt valami falu szelleme, srácok. Wow! Megöltük? Így ennyi volt? Oké, mindegy. Mi van itt? Csizma 2000-től 2019-ig. Csizma... Van egy ilyen nevű, izé, hogy csizma? Aha! Itt egy cucc, oké, rendben, hát oké, ezt én felveszem. Köszönöm szépen, kedves csizma, hát szegény csizma el lett temetve, de mindegy. Jó, én a házakat átnézem, megnézzük, hogy mi van benne. Úristen, nem tudom, mint hogyha émelyektem volna, vagy nem tudom, mi volt ez. Jó, átnézzük a házakat, hát találok benne valami izgalmas dolgokat. Úristen, ez megint itt van! Hallottam, hogy trappol. Jó, oké, meghalt. Ez hányszor jön újra? Még egy melvértet találtunk, király. Ez hányszor fog itt újraéledni és rám támadni? Wow! Ez elég érdekes, de mindegy. Mi ez? Szív. Wow, itt van valami szív. Hát jó, én ezt elrakom, vagy nem tudom, mit csináljak vele. Mindegy. Oké, itt is itt egy szív. Oké, hát nem tudom, hogy ez mire való ez a sok szív, de majd biztos ki fog derülni. Hallottam megint, hogy lépd el. Megint hallottam a lépteit. Ahogy csak remélem, hogy nem fog rám ezt. Láthatatlan! Ne már! Hol vagy? Ott vagy! Úristen! Úristen! Hol van? Ne már! Itt is itt egy szív, jó, ezt is elvesszük. Ott van! Jó, meghalt. Istenem, srácok, jó, már adott nekem 3 darab diakardot, tök kedves, itt is itt egy szív. Hány szív van itt, vagy ez miért jó? Nem tudom, hogy ez itt is itt egy szív. Wow! Na jól van, mindegy. Én ezeket a szíveket kiszedem, mert valamire biztos, hogy jó lesz, legalábbis hát remélem, hogy valamire jó lesz. De hát mindegy, okés. Jajaj, messenger, ezért bocsi srácok, gyors kikapcsolom. Ezért elnézést, tényleg, jó. Itt van megint, kiégek, hányszor fogsz még te rám jönni? Miért vannak itt? Miért van itt ennyi szellem? Vagy ez ugyanaz a szellem? Nem tudom, már van 6 darab szívem. Itt már voltam. Nem tudom, hogy ez így tényleg bármire jó lesz ez a sok szív. De hát reméljük, hogy valami előnye majd csak lesz, vagy nem tudom, majd csak kiderül. Itt semmi nincsen, okés. Akkor nézelődjünk szépen tovább. Itt van, aha, itt van egy sapka, nagyon jó. Megint jön,
Megint jön, hallom, ott jön. Miért jössz te ennyiszer? Hallod? Hogyan éled ezt te mindig túl? Jó, meghalt. Ennyi. Tehát, hogy ez mindig rám jön ez a szellem, de mindig újra éled. Ez nagyon para. Itt egy íj. Na, királyság, kaptunk egy íjat is. Nagyon jó. Meg vannak nyílaink is. Jó, okés. Mennyi szívünk van? 6 darab szívünk van. Hát jó, mindegy. Én gyűjtögetem tovább. Hát, ha még valami lesz itt. Jó, mindegy. Az ajtók nyitogatnak. Itt is itt egy szív. Jó. Oké, az is megvan. Nagyon jó. Már van 7 darab szív. És itt egy lábszárvédő. Hagyj már békén! Ne izélj! Ez nem ijesztő. Itt van még egy szív. És itt egy könyv. Lol. Hú, te még hányszor fogsz rám jönni? Úgy érzem, hogy szellemek vannak a falunkban, remélem, hogy rosszul érzem. Wow, ezt ő írta? Kedves koponya most már. Eltaláltad, szellemek voltak, de hát úgy tűnik, hogy te erről már elkéstél. Jó, itt már voltam. Oké, és ahol voltam, azt nyitva hagyom, hogy azért tudjam. Elnézek akkor így ebbe az irányba. Remélem, hogy erre még nem nagyon voltam. Aha. Itt nagyon semmi nincsen, ahogy látom. Így is van, itt semmi nincsen. Hát eléggé nagy ez a... Istenem már! Hányszor fogsz így újraéledni? Na jól van. Istenem. Na jó. Akkor átnézek mondjuk így ide. Mikor fogok valami bizonyítékot találni, hogy itt mit kell csinálnom? Vagy bármi? Mert amúgy nem nagyon találtam még ideig nagyon így semmit. De hát mindegy, tovább keresgélem a dolgokat. Hát ha lesz valami... Aha. Itt van még egy könyv. Szerezd meg az összes szívet, és utána pusztítsd el, utána nem halhatatlan. Aha! Tehát meg kell szereznem az összes szívet? Hány szív van még? Na várjátok, hol vannak még szívek? Ide nem tudok felmenni, jó. Hát, mennyi szív van még vajon? Itt egy templom. Aha, itt is itt egy szív. Mennyi szívnek kéne lennie? Ideig van 8. Ja, várjátok, azt nem. Az ott van még. Ez 9. Ez 9 szív. Ennyire sok szíva van ennek a szellemnek, azért ez így eléggé durva, na mindegy. És itt van még egy 10 szív. 10 szív lenne? 10 szív lenne az, amit meg kell szereznem, vagy több? Hát nagyon jó kérdés, de hát mindegy. Gyors akkor, nem tudom, még körbenézzek? Biztos nem néztem még mindent végig. De nem tudom, hogy hát... Ott van megint. Ott van megint, jó, hát megölöm. Hello, kösz. Jó, akkor ezeket a szíveket el kéne pusztítanom? Gondolom, hogy azt kéne, el kéne pusztítanom őket, mi van ott? Tömegsír. Nem már. Ezeket mindet megölte? Kovács, falusi, könyvtáros. Ezeket mindet megölte a izé. Mit rakott rám? Sorvadás. Na jó, srácok, el kell valahogy pusztítani ezeket a szíveket. Nincs itt valahol egy kovács. Kéne valahol egy láva, vagy valami. Istenem. Na jó, hogy kéne ezeket a szíveket akkor elpusztítani? Kéne keresni egy lávát? És beledobni? Hát, nem tudom, hogy van itt valahol láva a közelben, megpróbálok valamit keresni. Nem nagyon látok is sem erre sem lávát, de hát ha, azért eléggé gyakori, hogy ugye a föld felett is néha szokott lenni egy-egy láva. Megpróbálom beledobni, vagy valami, aztán remélem, hogy elpusztul, ez 10 darab szív. Szerintem ez eléggé szép nagy szám, szóval remélem, hogy így, ja, ez lesz így a, az a szám, ami nekem kelleni fog, de viszont itt nagyon nem találok lávákat. Nem nagyon találok lávákat, pedig jó lenne, hogyha találnánk, mert akkor gyors elbírnánk a srácot pusztani. Hú, de milyen meglepő, itt vannak tökök. Wow. Okés. Sehol egy láva. Sehol egy láva. De mindegy, hát keresgélünk akkor addig tovább. Hát ha, nagyon remélem, hogy valahol, de sehol nincsen láva. Miért nincs itt láva? Miért nem tudom sehol se elpusztítani a szíveket? Valami lávát dob már be, Minecraft, léci! Minecraft, léci, dob be egy lávát, hogy el tudjam pusztítani ezt a gonosz szellemet, léci! Léci! Láva! Valami! Na! Hol van itt láva? Sehol nincsen láva. Istenem. Jó, hát akkor keresgélek tovább. Remélem, hogy nem fog azért, nem tudom, több órán keresztül tartani, még találok egy darabka lávát végre valahol. De hát remélem, hogy valahol bedob végre a Minecraft egy darabka lávát, hogy el tudjam pusztítani végre a szíveket. Miért nem azt lávát? Hol van? Haló, bármi láva, valami. Ott van. Ott van. Találtam lávát. Találtam lávát. Jó, oké. Hol van? Ott volt a szellem. Ez követ engem. Jó, elpusztítottam a szíveket. Ezeket is bedobálom. Oké, nyertem? Haló, hol van a szellem? Vagy valami? Haló, nyertem? Vagy valami?
Nyertem, vagy nem nyertem? Most meghalt? Hát jó, nagyon-nagyon messze eljöttem a falutól, szóval most nem tudom, hogy még visszafussak-e, mert iszonyat messzire eljöttem. De amint láttam, itt volt mögöttem a szellem, szóval valahogy követett engem. De most az a kérdés, hogy most ilyenkor elpusztult, vagy most még mindig meg kéne ölnöm, vagy nem tudom. Hát, aha, rám rakott sorvadást, akkor még nem pusztult el. Hát jó, mindegy, akkor én visszafele elkezdek menni, és remélem, hogy egyszer meg fog jelenni, és akkor meg tudom ölni, vagy valami. De... nem tudom, hogy most akkor megvannak a szívek, szerintem több szív nincsen. Szóval én szerintem így nyertünk, nem? Ott van, ott van, ott van, ott van! Jó, kapjuk el, meg fogsz halni! Egy lövésből, ennyi, ennyi, easy! Jó, megöltük? Ennyi? Nyertünk? Jó, ezeket én így eloltam, na várjatok. Ezeket én így gyorsan oltam. Jó, ezeknek gyors így ennyi, oké, és csak hogy nehogy kigyulladjon már itt az egész erdő, meg minden. Akkor nyertünk, srácok? Hát remélem, hogy nyertünk, oké, szerintem, legalábbis nekem nem úgy tűnik, mint hogyha újra spamnolna. Hát jó, igazából a falut akkor felszabadítottuk, de hát már minden falus itt megölt ott igazából, szóval tök mindegy, hát srácok! Jó, hát akkor ez a videó így ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek, és ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámat, csekkeljetek a többi csatornámat, és ja, remélem, hogy tetszett a videó, és akkor találkozunk legközelebb, és még egyszer köszönöm szépen, sziasztok!